gerjesz világot elménkben, önts szeretetet szívünkben, erősíts minket hitünkben és nagy erőtlenségünkben. Így szól az egyik dicséretünknek a verse, amely Pünkösd énekei közül az egyik. Nagyon-nagyon fontos énekünk, és nagyon-nagyon mai a mondani valója is, tekintve, hogy az emberek olyan sokféle sötétségben és olyan sok bizonytalanságban élnek mostanság. Kell-e belemennünk bizonyos témakörökbe most, amikor a koronavírusnak a végét, reméljük, hogy a végét tapasztaljuk most már, kell-e a munkanélküliségnek, vagy éppen a gyerekek próbatételének, az otthoni tanításnak, tanulásnak a folyamatát említeni. Sokak élete kérdőjeleket, nagyon súlyos kérdőjeleket hoz maga után. Sokan úgy élnek ebben a mai világban, hogy sötétség és bizonytalanság a részük. És milyen jó, amikor azt énekelhetjük, és egyben imádkozhatjuk is, hogy gerjesz világosságot elménkben, önts szeretetet szívünkben. Így kérjük a jó Istent, hogy ő neki a világossága ragyogja be azokat az emberi sötétségeinket, tanástalanságainkat, bizonytalanságainkat, amelyeket az élet során nekünk tapasztalnunk kell. És pünköskor kiváltkép is nagyon fontos, hogy ilyen imádsággal és énekkel álljunk elé, hiszen amikor a pünkösdi ünnepkört megemlítjük, akkor rögtön eszünkbe kell jusson az a csoda, amely nem emberi, kézzel fogható vagy tárgyasult valósághoz, hanem egy egészen különleges isteni csodához kötődik, és arra irányítja figyelmünket. A tanítványok egy szobában bent ültek, és várták az Isten ígéretének teljesedését. Várták a világosságot, a bíztatást, az erőt, úgy, mint ahogyan mi is tesszük ezt. És amikor a Szentlélek Isten kitöltetése, ennek csodája megtörténik, akkor fellelkesül mindegyikőjük, és szinte kicserélődik a világlátásuk, elképzeléseik a tanástalanságból a határozott tudatosság felé sodródnak, és amikor ezek az elképzelések az isteni erővel megtelnek, illetve ebben az isteni erőben táptalajt nyernek, akkor mindegyiknek olyan, mintha nem is kellene már semmit sem mondani, semmi tanácsot nem kell adni, hanem csak hirdetni azt, amit megtapasztaltak, hogy Istenben van világosság, ő benne van elmének a kiteljesedése, a szellemnek a gazdagsága, benne van minden emberi kérdésre a válasz. Pünköstkor, amikor a Szentlélek Isten eljövetelére és azóta is jelenvaló voltára emlékezünk, illetve ennek az áldásait ma is élvezzük, akkor így kellene rátekintenünk saját életünkre is, és az Isten kegyelmére is, hogy mi a pünkösdi csodában a megajándékozott oldalon vagyunk. Megajándékozottak vagyunk abban, hogy nem magunkra támaszkodhatunk csupán, hanem az Isten kegyelmében bízva, az ő szeretetében, reménykedve és jó indulatában megbizonyosodva valóban egy értelmes, gazdag, a jövőre reménységgel tekintő életet élhetünk. Így kívánok mindenkinek áldott pünkösdöt, és kívánom, hogy lelkesedjen a Szentlélek által. Gerjesz világosságot lelkünkben, önts szeretetet szívünkben, legyen így az Isten kegyelme mindannyiunkkal. Áldás békesség!